Gyerekek, hogy van? Jó, jó lesz, nincs a lányom, itt is van. Mert ő aztán a Bálint fiazzal egyeztetünk. Hát az emlőkben nem hagyom meg. Végtekezni meghagyom a különösen. Látta, hogy ott van három tank egymás mellett, és ott van hat vagy hét. Égett orosz. Kérem szépen, olyan baromi félelem vett úrrá rajtuk, hogy mikor meglátták a tányérokat, rükkbezbe mentek. És ott hol kötöttek ki? A részére járattak. Volt egy perc. Igen. Ebből olyan rigilió támadt, hogy bezárták a Majsai Múzeumot, meg a könyvünkból. És most, ha babonások lennénk, akkor riadtan néznénk a jövő felé. Tehát bízunk benne, hogy történt egy és más azért már Magyarországon. Ha nem, akkor mi beszéltek meg karcolatással, hogy ez egy lakmuszpapír lesz. Kitaláljuk, hogy ehhez mit szólnak a hatalmasság, a mostani hatalmasság. 1956 és az élsport, ez a beszélgetésünk tárgya. Tegnap beszéltük arról, hogy a vidéket hogyan élte meg. A vidék hogyan élte meg a 50-es éveket, aztán a 56-ot. Barcz András személyt össze is kapcsolja ezt, hiszen ő vidéken él 18-es korában, éppen a parlament kitörés előtt 7 hónappal Budapestre költözött, hiszen már akkor is élsportolónak tudjuk, hogy megszállhatatlan a magyar világ és a bajnokságainak a száma, és olimpiai bajnok is ő. De akkor még készült meg a világot, és akkor szakadt rá és az országra is a magyar történelmi legjelentősebb eseménye, legnagyszerű eseménye, azt mondjam hozzá, a legkötetlenetes korajának, és azt követően a szabadságharc. Természetes, hogy aki nemzeti érzésű és így is gondolkodik tartósa, előbb-utóbb találkozik egymással. Így volt ez 56-ban is, hiszen azok fogtak fegyvert, akik akár életeket is feláldoztak.
Ödön is, és Lányoki Géza is, aki majd vendégünk lesz, hogy most Kecskemétet már elhagyta jönni fog, többszörös motorversenyző vagyok bajnak volt. Tehát egymással találtak, és így vezetett el Barcolatát útja ide ebbe a táborban is, nem először természetesen, hiszen ide jövett mondom, hogy itt voltak, a korlát nem volt még, de többször járt itt Kiskumajsán, Pogrász Gergely vendégeként is, és járt a korlátó vacsorákra is, amik negyedében rendszerességgel zajlottak, és remélhetőleg zajlott majd Budapesten is. Ezután a bevezető után fogom átadni a szót Borcsolásnak, és megérkezik Bánkuti Géza, aki majd átadja a stafétát. A lehetőségét a én életemben az utóbbi majd 30 év úgy telt, hogy nagyon sok közösségben voltam, különböző közösségek előtt, iskolába, PS-be, művelődési házba, felekezeti meghívásokra, az utóbbi, mondom, 30 évben körülbelül, nem tudom már, aki egy ezrekbe lehet mérni, hogy hányszor voltam különböző közösségekbe. Nekem nem az volt a szándékom, hogy ez így alakuljon. Én az ötösök sportba szerettem volna tevékenykedni, versenyző pályafutása befejezése után, de azt nem csinálhattam, mert akkor tehát a szelekciós rendszer olyan volt, hogy ha valaki igazolt, hogy egy terület ellátására alkalmas, akkor mellé kellett tenni még valami szempontot ahhoz, hogy valóban betöltesse ezt a feladatot. Ez a szempont általában vagy pártagság volt, vagy valamilyen ügynök mi volt. Én egyiket sem tudtam szolgáltatni, ezért a sportág vezetésében nem kaptam meg azt a helyet, amely helyen egy léptékhelyes kipróbálásba tevékenykedtem volna. De ez különösebben immáron nem is bosszant, sőt szinte lehet mondani örülök neki, mert egy olyan helyzetem adódott, hogy sok emberrel találkozhatok, beszélgetetek is. Módon van elmondani az embereknek azt, hogy én hol látom a bajunknak a legmélyebb okát, és mit tudok javasolni terápiás megoldás gyanánt. Hogy kössem az előadásomat 1956-hoz, az nekem nagy könnyebbséget és örömet jelent, mert nagyon sokszor erre nem kerül sor ezeken a bizonyos közönség találkozókon. Én Nyíregyházán nőttem fel, Kondoson születtem, de Nyíregyházán nőttem fel, ott érettségiztem. Nem voltam jó tanuló. Nem volt ambícióm arra, hogy megyek tanárnak, mérnöknek, orvosnak, katonának. 16 éves koromban úgy voltam, hogy tudtam, hogy ha egyszer nyernék egy világbajnokságot Jötusában, életem végig maradéktalanul boldog lennék. És ez hajtott engem is, adott szorgalmat és akarást, és 56. júliusában kerültem Budapestre. Pontosabban Cseperre, a gyárban dolgoztam, a Csepe Vas és Fémüvegben, előtte, utána munka előtt és utána edzésre jártam. 56. október 23-án éppen befejeződött egy ötusa verseny, ahol én második lettem, és a csepeli barátom lehet első, mentünk hazafelé, és láttuk, hogy a Nemzeti Színház mögött valaki áll egy teherautónak a csepelén, és beszél, és olyan furcsa dolgokat mond, hogy azt hittem, hogy rosszul hallunk. Az egész rendszer támadta azt a kommunista berendezkedést, ami voltunk, azt hittük, hogy nem jó hallunk, mi történik itt. És akkor emberek elindultak a Sztalin szobor felé. Hát akkor menjünk. Mentünk a Sztalin szobor felé. És végigéltük azt az óriási csodát, amikor a Sztalin szobor ledőlt, biztos sokan hallottatok róla, 5 teherautónak a drótkötelét akasztották Sztalin szobrának a nyakába, és mégse tudták lerántani. És végén jött valaki, és hegesztő gázzal, autogén gázzal elvágta a csizmának a
csizmát, nála a lábat, és akkor elkezdett dőlni, szóval nagyon lassan, ilyen lassított felvétel, de azt elmondani, azt a gyönyörűségét, meg egy ilyen hatalomnak a szimbóluma megledőlt, nem lehet elmondani. Aki ott volt és látta, az ezt átérte. Kevesen mondják el, nem is hallottam soha senkitől, ledőlt a szobor, és a tömeg, hát voltunk 100 000 legalább, a tömeg odarohant, és lekökte, úgy, hogy úszott Sztalin. Tehát többenetes volt. Lényeg az, hogy utána barátommal mentünk hazafele, a Kilián laktanyának a kinyitott kapuján bementünk, jöttek ki, mentek kibe az emberek, néhány gyöngyösszeg lőszert találtunk ott a földön, a barátommal szedtünk belőle, vagy 10-et zsebre tettük, és mentünk haza Csepelre. Aztán barátommal mindig bejártunk Budapestre nézni, mi történik Budapesten. Emlékszem, hogy a körúton, a Ferenc körúton volt egy kilőtt páncélautó, és 3-4 orosz patron, ilyen kicsire összeégve. Nem tudom, hogy létezik, de ilyen kicsire összeégve, feketék voltak. És a páncélautó oldalára oda volt írva, hogy több szenet a hazának. Tudnék, az annak idején egy ilyen rákosista szólam volt, a bányászok több szenet a hazának. Hát nagyon érdekes, hogy akkor a nép valami olyan felszabadultságba került, amit most mondják nekünk, hogy demokrácia van és elérkeztünk, aki azt hiszi, hogy a mostani állapot az olyan, hogy teljesen szabadok vagyunk és minden stimmel, az be van csapva. Aki 56-ot átélte, annak van egy tapasztalat, egy szellemi természeti tapasztalata, mi az, amikor egy nép megszabadul. Ez, ami most van, demokrácia címszóvalat vagy ürügyét, ez nem az. A demokrácia a körülmények, az emberek becsapásának a körülmények. Churchillnek tulajdonítják a mondatot, hogy a demokrácia nem jó, de jobbat még nem találtak ki nála. Lehet, hogy Churchill mondta, de ő is a népek nagy becsapója, tudnélik. Van olyan államforma, amikor nem az történik, ami a demokráciában. A demokráciában a pénzvilág urai azt csinálnak, amit akarnak. Övék a média, a médián keresztül ők becsapják az országot és a lakosságot, az embereket, a választókat, amilyenre akarják, és a becsapott választó elmegy és szavaz a saját ellenségeire. Van olyan államforma, amikor egy országnak van egy királya, és ha ez a király becsületes, az azt jelenti, hogy szoros kapcsolata van az Istennel. És egy királynak szoros kapcsolata van az Istennel, az ország népének mindig jó sora van. A történet során királyok mindig voltak gonosz királyok, voltak jó királyok, de ha véletlenül valaki jó királyok volt, akkor az az ország jól érezte magát. 56. október 25-én az Astoriánál voltunk, biztos ismeretek Budapestet valamennyire, Múzeum körül, Rákóczi út keresztülésnél, vagy 5 tank volt, és ott forgolódott. És aztán leállta, és barátkodott a jó nép az orosz tankosokkal, páncélosokkal. Az egyik ágyúnak a csövében virágcsokor volt benyomva, és nagy barátkozás volt. A Rákóczi út, a Kossuth Lajos utca elején állt egy páncélautó. Többen felkapaszkodtak, ilyen magasokról fel kellett kapaszkodni, és benéztek, aztán mentek tovább. Barátommal ott voltam, ennél páncélautónál, gondoltam, én is felkapaszkodok, megnézem, mi van benne. Felkapaszkodtam, és a páncélautó vagy 20 katona, orosz katonának a holtteste volt, egymásra dobálva. És nézd, az orromtól 40 centire volt az első. Kapaszkodtam, néztem, megijedtem, leugrottam, és mellettem állt a barátom, a Laci barátom. És így járt a kezem. És mondtam neki, Laci, nézd már, nem tudom megállítani a kezemet. Így.
Tehát egy sokkos állapotban kerültem itt ettől a döbbenetes látványtól. Aztán emberek mondtak, hogy gyerünk, menjünk a Kossuth térre, néhányan mentek a Kossuth térre, én meg mentem a nővéremeket meglátogatni a kollégium alatt. És akkor volt 25-én az a nagy mészárlás a Kossuth téren. Aztán még 56-hoz tartozik az is, hogy november 3-án elindultam a két nővéremmel haza Nyíregyházára, mert úgy láttam, hogy Pesten el lehetett mind a helyzetem, munkásszállóban laktam, nővéremi kollégiumban, menjünk haza. Autóstoppal mentünk többszöri átszállással, de csak Debrecenig értünk el. Debrecenben elvittem a két nővéremet egy leány kollégiumban, én meg ott álltam a csomagommal, és valaki azt mondta, hogy menj be a forradalmi tanásra Debrecenbe, ott biztos megaludhatsz. A Debrecenbe a forradalmi tanásra bementem, jó napot kívánok, azt se kérdezte, hogy ki fia borja vagyok. Azt mondta, itt van egy nagy csukor tea, egy szafaládét adtak, egy nagy darab kenyeret, egy meghajtás, és mondtam, hogy nem tudok volna aludni. Azt mondja, menj be a folyosón, mit tudom, a négyes szobába, onnan át tudsz menni a hármas szobába, annak nincsen nyitva az ajtaja, de innen be tudsz menni, ott megaludhatsz, ott van egy plics. Oda mentem, lefeküdtem, levetkőztem egy szár pendelyre, és lefeküdtem. Hajnalban hallom egy kiabálás a folyosón, és nem tudtam mire vélni, és zörögnek az ajtón, ami mellettem volt, a plics mellett. És kiabálás oroszul. Mi lehet ez? És azt az ajtót nem lehetett két, mert egy szobával odébb kellett bejönni. És hallom, hogy valaki elkezd verni az ajtót. Kiderült, hogy a géppisztolyának a tusával egy orosz betörte az ajtót. És én már akkor álltam itt a csíkos pizsamámban, és ráfogja a géppisztolyt. És akkor mondta, hogy agyivatta. Azt mondta, hogy öltözködni, öltöz fel. Felöltöztem, vettem a két batyomat, kiterelt engem a forradalmi tanács, ami a pártház volt korábban, annak az előterébe, és ott egy nagy kupacba ott voltak már pisztoly, géppisztoly, puska, tehát a fegyverek, oda voltak ledobva. És akkor bennünket teherautókra ültettek, voltunk körülbelül a 40-en, és elvittek bennünket Debrecen határába, egy laktanyába. Aztán a Matrázi útnál egy laktanyába bevittek. 16-unkat betettek egy 2x3 méteres cellába. És ott voltam 3 napig. Érdekes módon semmi félelem nem volt bennem, hogy most mi lesz, mi baj történhet. 18 éves gyerek talán máshogy van a félelemmel, mint egy idősebb, aki jobban ismeri a történelmet. Aztán 3 nap után megkérdezték, hogy kerültem, mit csináltam, mondtam, hogy jöttem Budapestről, itt szálltam meg, és akkor elengedtek. És akkor két nővéremmel együtt mentem haza Nyíregyházára. De valahogy az egész 56 számomra olyan volt, beleszippantottam abba a levegőbe, ami valahogy egy nemzet egészét illetően a szerelemnek a levegője. Az emberek a szerelem örülményében ízelítőt kapnak arról a teljességről, amiről tudnak az emberek, hogy van, és a szerelem állapotában tudják ezt megérezni. A nemzet kapott én szerintem 12 napot abból, hogy milyen lehetne a nemzetnek az állapota, ha az Istennel egyenként szoros kapcsolata lenne az Istennel. Ízelítőt kaptunk, mert a szabadságnak az a mértéke, az a teljessége, amit az átértünk, az olyan, amit szavakkal nem lehet elmondani, szerelemről se lehet beszélni szavakkal. Tehát az történt, hogy kaptunk az Istentől ízelítőt arra, milyen lehetne a sorsunk, hogyha az Istennel szoros kapcsolatunk lenne. Ízelítőt kaptunk. Úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy aki 56-ot nem érte át, annak nem lehet igazi fogalma a össznemzeti szabadság állapotáról.
egész más volt a légkör. Emberek nem magázódtak, a tegeződés természetes volt. Összeverődtünk 10-15-en, valaki csak egy lépcsőnyivel feljebb állt, és mondott valami lelkesítőt, és azt mondta, hogy gyerekek, énekeljük el a himnuszt. És ha csak 15-en voltunk, elénekeltük a himnuszt. Még egyszer valaki jött és szólt, énekeljük a szót, elénekeltük a szózatot, menjünk ide-oda. Csodálatos élmény volt. Még egy érdekességet mondok, 56-tal kapcsolatosan. Kanadából itthon járt a nyáron, pontosan tavasszal, egy öttusázó fiú. Egy évvel idősebb, mint én, Székesfehérváról került fel, úgyhogy a Cseperre, ahová én kerültem Nyíregyházáról. Alacsony kis mokrány ember, és elmesélte, hogy 56-ban ő a Korvin közben, meg a Práter utcai iskolában, a forradalmának egy központja volt, ő oda került, az alaksorban szalmán feküdtek, a parasztok feje voltak, és ő ott részt vett a harcokban. És egyszer már negyedike után, tudom, negyedikén foglalták el, vagy volt az ellentámadás szovjet részről, negyedike után állt a Práter utcában az utcán. Lőtték aknával a környéket akkor már az oroszok valahonnan, nem tudom, elérte egyről vagy honnan, és a háta mögé leesett egy akna, ami nem robbant fel. A hátába 32 darab ekkora gránit szilánk viszont belement, amitől ő el is esett és elájult. De azt mondta, abban a pillanatban láttam magamat két és fél méter magasságból, és nagyon könnyű voltam. Könnyűnek éreztem magam. Láttam, hogy ott fekszem. Aztán oda jönnek emberek, és engem betesznek egy kocsinak a hátsó ülésére. És utána a kocsi elindult velem, mindezt látom én, akiről tudom, hogy bent vagyok a kocsiban, mindezt innen látom, és a kocsi elindul, és a ködbe vész. Majdan a kórházba magához tért. Miért érdekes ez? Azért, mert a lélek, a lelket, a szellemet nem lehet megölni. Az halálunknál tovább fog élni. És el kell számolni majdan, a végelszámolásnál, hogy azzal a szellemmel, amit kaptunk fogantatásunknál, azzal a szellemmel, hogy gazdálkodtunk. Tehát nincs reménye senkinek arra, hogy meg fog halni, és nem lesz elszámolás. Van életünk végén egy elszámolás. Amaz igazbíró meg fogja kérdezni, mit tettél itte. És ha valaki ezt tudja, sokkal könnyebb dolga van akkor, ha ki akarja mondani azt, amit valóban gondol. Mert tudja, hogy majd csak arról kell elszámolnia, amiről tudomása volt, amiről információ voltak. Tehát az életünk nem ér véget a halálunkkal, a halálunk az az életünknek a fordulópontja. Amikor eldől, hogy egy elképzelhetetlenül jó, vagy elképzelhetetlenül rossz körülménybe kerülünk. De ez a fontos, azt mondta, két és fél méter magasságból láttam magamat, és nagyon könnyű voltam. Ez az állapot, amelyet az ember átélhet néha, amikor van egy vágya, célja, reménye, mindent megtesz a célja érdekében, és mégsem sikerül neki semmi. És ha akkor az ember azt mondja, Uram, én mindent megtettem, ami tőlem telik. Tisztáltan eszközt nem használtam, annak szellembe, ahogy te ezt meghatároztad. És nekem semmi nem sikerült. De ígéreted szerint most te következel. És ilyenkor az Isten mindig hoz egy döntést, hoz egy helyzetet, ami mindig sokkal jobb, mint el tudnánk képzelni, és mindig egészen más. De akkor, amikor valaki az értelmetlennek bizonyult küzdelmet a lelke mélyén feladja, akkor kerül abból az állapotba, amire mondta ez a barátom, hogy nagyon könnyű voltam. Akkor hirtelen
Minden olyan könnyű lesz. Megszabadult az ember a vágyától, a vágyának a terhétől. Azt hiszi az ember sokszor, hogy ha eléri a célját, a vágyát megvalósította, az egy maradéktalan boldogságot fog adni. De ha elérte a vágyát, egy idő után rájön, hogy az az elért cél, az elért eredmény nem adja meg a maradéktalan boldogságot, nem adja meg azt az állapotot, amelyről érezzük, hogy van, hogy kell lenni, nem adja meg az állapotot. De amikor az ember lemond erről a maradéktalan vágy forrás, mi volt róla, abban a pillanatban megkapja ajándékképpen ezt az állapotot, amire a barátom mondta, hogy könnyű voltam. Akkor minden elkezd menni, mint a karikasapás, mintha magától menni. Amit említettem, én 1956 előtt már egy-két évvel egész biztos voltam, ha ötusában nyernék egy világbajnokságot, maradéktalanul boldog lennék, a boldogság teljességébe kerülnék. A 63-ban nyertem először világbajnokságot, egyéni világbajnokságot, utána következő 4 világbajnokságot is megnyertem, az 5-et 69-ben. Tehát sokkal többet, mint amit reméltem. És a maradéktalan boldogság ezután sem volt sehol. És akkor jöttem rá arra, hogy az embernek az elért vágyak nem lehetnek a maradéktalan boldogság forrásai, mivel az Isten fenntartotta magának az a jót, hogy azt az állapotot, amelyre teremtett bennünket, csak őtől kaphatjuk meg. A vágyaink, a reményeink, azok nem baj, ha vannak céljaink, elképzeléseink. A baj akkor van, amikor ezek a célok, vágyak, tervek isteneinké válnak. És mitől minősül egy vágy, egy terv isteneknek? Attól, hogy azt hisszük, hogy elérjük, és megadja a maradéktalan boldogságot. Megmutatlak benneteket az Isten annak fejébe, hogy megadja ezt az állapotot, annak fejébe pusztán csak a hozzávaló hűséget kér tőlünk. Nem a sikerességet, nem a teljesítményt, nem a elértem valamitséget. Az Isten a hűséget kéri. Ennek alfája az, a ti beszédetek legyen az úgy, a nem. Vagyis az embernek azt kell mondani, amit valóban gondol. És nem azt, amit kigondolt, mert az majd jó üzlet lesz, és megóv engem bizonyos kellemetlenségtől, sőt, hasznom lehet abból, hogy nem pontosan azt mondom, amit valóban gondolok. Be vagyunk csapva, ha így tevékenykedünk. Tehát mindennek van egy meggyőződés, egy véleménye, bizonyos eseményről, körülményről, helyzetről, akkor azt kell mondani, jámboran, nyugodtan, szeriden, amit valóban gondolok, be kell vallani. És akkor tud az ember elindulni valahonnan, mert a mindenkori meggyőződés az, ami az eligazodási pont. Ha nem a meggyőződésünk szerint élünk, nem tudjuk, hogy a meggyőződésünk téves volt-e, vagy sem. Tehát egy óriási játéknak fel lehet fogni az életet, ha a meggyőződésem szerint élek, akkor elkezd engem vezetni a meggyőződésem. A homályból a világosság felé. És ha rájöttem, hogy tévedtem, akkor ki kell mondani, hogy tévedtem. Bocsánat. Nem ez a véleményem immár, hanem amaz. A Bibliában így van. Elmétek újulása szerint változatok. Tehát, ha megindul ez a meggyőzéshez való hűségnek a játéka, akkor megindul valami az ember életébe, és elkezd az egész élete színessé, érdekessé, és
esetleg izgalmassá válni, vége az unalomnak. És az ember elkezd haladni a tévesből a kevésbé téves felé, és egyszer csak elérkezik arra a pontra, ahol tudja és látja, hogy a meggyőződésem azonos az objektív igazsággal. És akkor van egy nagy fordulat az ember életében, mert akkor már ott lecsövekelhet, ott már leüthet egy ilyen határjelző kapot. Ha ez bekövetkezik az ember életében, akkor tulajdonképpen rálátása támad az Istenre. Lényeg az, hogy az 5. világbajnokság megnyerése után éreztem, hogy a nagy vágy, nincsen se a nagy vágynak a, tehát a maradéktalan boldogság nincsen sehol, és akkor ilyetten kezdtem keresni mindenhol, hogy hol lehet a boldogságot megszerezni. Vadállomban reméltek a sokszoros a birtokomban volt, és a boldogság nem volt sehol. És akkor ilyetten kutakodtam mindenfelé. Tudtam, hogy a szerelem állapota nagyon jó edzésre, versenyzésre, de a szerelem nem olyan, hogy meg lehet rendelni, hogy kérjek január 1-re ebből egy 6 légkörmétert, vagy nem tudom mi a mértékegysége, azért, hogy a versenyzés majd jó menjen, meg az edzés. A szerelem állapota is ajándékba kapja. Van, aki azt mondja, hogy neki volt 30 szerelme. Valószínűleg akkor egyik sem volt az. Igazi szerelme az embernek van egy, nagyon szerencsés esetben kettő, de 5-6 az nem nagyon volt. Nem nagyon szokott előfordulni. Akkor ott valami egyéb. Lényeg az, hogy a szerelem állapotában az ember azt érzi, hogy nincsen veszíteni valója. Mert boldogsága nem a körülményektől függ, hanem Rózsikától vagy Józsikától. Őtőle függ. Nem rossz hír számodokra, de a szerelem olyan, hogy egy idő után elmúlik. Amikor az ember benne van, akkor egész biztos abban, hogy ez soha nem fog elmúlni. Aztán egy idő után jön egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen változás az ember tudatába, hogy elmúlik. De ott marad a vákum, ott marad a helyén egy űr. Mert tudja, akkor már az ember kapott ízelítőt, hogy a teljességnek egy szelete hozzáérkezett, és akkor, ha jó irányba keres, akkor előbb-utóbb kiköt az Istennél, illetve érthetővé vált másánál, Jézusnál, akinek a beszéde és az élete olyan, mint a lét a két szárra egymást támasztja. Ő az eligazdási pont. A lényeg az, hogy tudta, hogy a szerelem állapota nagyon jó edzése, versenyzése. És akkor ilyetben kezdtem keresni a Bibliában is többek között, hogy honnan lehet akaraterőt szerezni, mert az én akaraterőm elmúlt. Éreztem, hogy siker nem adja meg a sportban, és siker nem adja meg a boldogságot, akkor mi a fennek edzek annyit, mert rengeteget edzettem. Én nem voltam tehetségesebb, mint a többiek, én szorgalmasabb voltam. De a szorgalom nem olyasmi, amit az ember csinálhat magában, ha egyszer nincsen. Az akarás vagy van, vagy nincs. Az, hogy akarok akarni, ilyen nem létezik. De én az akarást ajándékba kaptam. Valahol egy híres püspök ezt mondta, hogy az akarás Isten ajándéka. És én ezt nagyon örültem, hogy olvastam ezt a prédikációjában, mert nekem mindig azt mondták, hogy te neked nagy akaraterőd volt, Bandi, hogy csináltad? Nem csináltam, kaptam ajándékba. Tehát az akarás, a szorgalom az ugyanúgy a tehetség kategóriában tartozik, mint az, hogy valaki jó mozgásérzéke van, vagy rossz. Annyira rossz, hogy a foci alatt kirúgja a gyeptéglát. Tehát az egy adottság az akarás. Én ebből kaptam sokat, és az én eredményemnek ez volt az alapja. Sokkal többet edzettem, mint a többiek. Én csak azon csodálkozom, hogy miért nem edzett többet. Nem kaptak annyi akarás, mint én kaptam ajándékban. Lényeg az, hogy akkor kezdtem ilyetten olvasni, a Bibliában is ilyetten kezdtem olvasni. Elolvastam én korábban a Bibliát már, édesapám evangélikus lelkész volt, Nyíregyházán, ahol felnőttem. Vallásos nevelésben részesültem. El kellett jönni a templomba. Először anyukával az első padban kezét fogtam, aztán ment lejjebb a keze, a karzatra felmehettem. De 18 éves koromig egyetlen prédikációra nem emlékszem, hogy mi volt.
el kellett menni, mert apuka szigorú ember volt. Fel se vetődött, hogy a templomban nem menjek el. 56-ban otthon sok mindent hallott az Istenről, hitről, Jézusról, Bibliáról, de amikor 56-ban Budapestre kerültem, utána nem sokkal. Egészen biztos voltam abban, hogy az Isten nem létezik. Hogy az Isten kitalálták magunknak emberek, idősebb férfiakat gyanúsítottam ezzel, hogy ők találták ki ezt a Jézus meg Isten dolgot. De aki áll a lábában, elképzelése a világon, meg tervei van, annak nem kell ilyen kapaszkodódni, mit tudom én, Jézus meg Biblia. És a sportársaim így vélekedtek, az edzőim így vélekedtek, minden ment nagyon jól, nagyon hamar bekerültél a magyar válogatottba, amíg jutott ki világbajnokságra és külföldi versenyre. Minden stimmelt. És 62-ben, július 1-én a Dunaparton sétáltam, Margit szigettel átelemben, az óbudai oldalon. Vártam valakit, nem az jött, akit vártam, hanem egy ismerős kajakkerű edző, motorcsónakkal jött, fentről, az Újpest öbölből. Part közelbe lelassított, felszólt a partra, és mondta, hogy Bandi, telefonáltam az Újpest öbölbe, hogy meghalt az édesapád. És akkor bennem egy ijegység, döbbenet, tanástalanság támadt, de tartott körülbelül 2 másodperc, sokat mondok a 3. Utána valami furcsa nyugalom, béke és egy egyértelmű tudás arról, hogy az Isten van. Nem végig gondolások alapján, valami becsapódott. Lényeg mélyre, ahol minden fontos dolog megtelepszik, és onnan jön vissza. Tehát az, hogy az Isten van. Csak azon csodálkoztam, hogy én itt élek 6 éve Pesten, és abban félreértésben és tévedésben léteznem egyáltalán, hogy lehetett, hogy ott gondoltam, hogy Isten nem létezik. Vagy nem az történt, hogy én utána jártam volna ennek a kérdésnek, hogy mi igaz ebben. Pártitkárhoz, filozófushoz, paphoz, hívő emberhez megkérdezni, hogy mondjuk adjon tanácsot. Nem. Mindentől függetlenül valami becsapódott a lényeg mélyére. És éltem egy átlag élsportoló énnak az életét tovább. Benne minden jobban és rosszal. Az átlag élsportolóra nagyon sok kísértés szakadt, részének ellenálltam, részének nem álltam ellen. Megnősültem, 4,5 évben elváltam, gyermekünk nem volt, a válásnak nem az volt az oka. Tehát minden jobban és rosszal. Egy átlag élsportoló nagyon meg tudja ismerni önmagát és a csapattársait, az ellenfeleit. Mert a nagy fizikai kimerülések és szellemi fáradtság körülményében az embernek nem marad ereje arra, hogy színleljen. Hogy úgy csináljon, mintha nem elfárad és önmagát adja. Tehát az ember elérkezik a saját képességeinek a falához, és a másik embert is meg tudja ismerni, mert a nagy küzdelmekben, nagy tétre menő küzdelmekben, kimerülésig folytatott küzdelemben az ember önmagát adja. Tehát elárul magáról mindent az ember. A lényeg az, hogy átlag élsportolónak az életét éltem. És akkor jött ez 69, amikor eltanástaltam, hogy nincsen kedvem edzeni, mert minek edzek, hogyha a maradéktalan boldogságot nem adja meg. És akkor a Bibliát is elkezdtem ilyetten olvasni. Abból találtam egy mondatot, Jézus azt mondja, aki megtartja az ő életét, elveszíti azt. És aki elveszíti az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Százszor hallottam, soha nem értettem. Akkor 69 őszén terén megértettem, hogy ez azt jelenti, amit már jeleztem, mondtam, ha valaki azt hiszi, hogy a tervei megadják a maradéktalan boldogságot, a tervei megvalósulva a mennyekbe emelik őt, az ember be van csapva, halál állapotában van még. Ha rájön arra, hogy az elért boldog, elért cél nem adja meg a boldogságot, akkor megtudja azt, hogy mehetek én a célom felé, tehetek igyekezeteket, erőfeszítéseket, de azt nem szabad már remélni az elért céltól, hogy boldoggá fog tenni maradéktalanul. Ezt értettem meg akkor a saját példámból, hogy ez így van, ismétlen, hogy az Isten fenntartja magának azt a
körülményt, hogy őtőle kaphatjuk meg ezt a többlet állapotot, amiről tudunk, már csak abból is, hogy a hiányát nagyon sokszor érezzük. Lényeg, hogy utána éltem, utána aztán még versenyeztem 3 évig, 72-ben még megnyertem az egyéni olimpiai bajnokságot, a Müncheni olimpián, de azt is már úgy, hogy elérkezett egy pillanat, amikor éreztem, hogy nem megy tovább, nem tudom megnyerni az olimpiát. És akkor lelkem mélyén lemondtam a nyerésről, lelkem mélyén feladtam a küzdelmet. Nem az agyammal, éreztem, hogy kész, elveszett minden. És amit azt mondtam magamban, hogy ha engem emberek azért szeretnek, mert én olimpiai bajnok vagyok, akkor a szeretet nem ér semmit. Engem Bandit vagy Bandikát kell szeretni, nem az olimpiai bajnokot. És akkor majd megszabadultam, és hirtelen minden elkezdett menni, amit említettem, mint a karikacsapás. Épp vívás közben volt ez, vívtam, és azt mondtam magamban, gyerek szép, ellenfelek, ha akarsz, megszúrsz. Ha akarsz, nem. Én próbálok téged megszúrni, hogy én adom a találatot, vagy te adod a találatot, immár engem nem érdekel. És ebben a nyugalomban, ebben a felülkerekedettségben nagyon könnyű adni a találatot, mert az ember lát mindent. Nincs idegesség, nincs félelem, nincs bőrös. És hirtelen megindult minden karikacsapást, de végig megnyertem. De lényeg az, hogy utána. Itt kerül a hely. Igen. Nem lehet megbújni hátul. Már még ez a megérkezett, és hogy itt hoztam már. Nagy örömömre jöttél meg, mert alig bírta már szóval tartni a fiatal. Vettem észre. Én örülök, hogy itt vagy én. Csinálod, szervusz, mert szervusz. A lényeg az, hogy megjött a felmentő sereg. Úgyhogy aztán, amikor a versenyt befejeztem, én is nagyon azt hittem, hogy sportába kezdődjek, amit említettem, mert nem került sor, de úgy alakult az életem, hogy jobban alakult, mint én terveztem. Ha én azt a pozíciót mindenre meg akartam a szerezni, a sportág vezető pozícióval legyek, akkor lehet, hogy ott lennék, de csak a saját karikatúrámmal. Mert olyasmit kellett volna tenni a pozícióba kezdésért, ami az alkalmasságon szüntette volna meg a feladat ellátására. Nagyon sokszor úgy van a világban, hogy az embernek egy lehetősége megnyílik, érzi, hogy jó lenne, és azt is érzi, hogy mellé tesznek olyan feltételt, amely feltételnek nem szabad eleget tenni, mert abban a pillanatban, ha az ember a feltételnek eleget tesz, elveszett, vége, alkalmatlanná válik. Olyan, mint hogyha valakit meghívna egy bifsztek vacsorát, nem a darátra, amikor a bélszínből darálnak is azt kell megint, hanem a félig sült marhahús bifsztek. Meghívna a bifsztek vacsorára, és az illető, a meghívott, a ruhatárban a proténisét is odaadja. Nem tudja megenni a félig sült marhahúst. Ugyanezt történt most, hogy Orbán Viktor elment, nem tudom, tudjátok-e, elment Izraelbe. És ott megtette a hűség lépéseket, hűség nyilatkozatokat tett, és egyetértett azzal a politikával, hogy Izraelbe ölik, pusztítják a palesztinokat. Nem emel szót ellene, viszont Iránnak a megtámadását olyannak tartott, hogy ott bizony esetleg szükséges a hely. Tehát ő hatalomba kíván maradni, és annak kedvéért megtesz olyasmit, amiből kiderül, hogy teljesen alkalmatlanná válik a feladat ellátására. Furcsa dolog, mert most hirtelen így jutott eszembe, de ő levette az állarcát. Szimpatikus, fiatalember, olyan viszont, mint ön az egész helyzet. A demokrácia börtönében vagyunk, és a választási lehetőségünk abban van, hogy az öreg, nagyrabló börtönőr legyen a mi felügyelőnk, vagy a fiatal, szimpatikus börtönőr, aki talán kicsit kevesebbet nyúl le az ország javaiból,
Ekkor a kettő között választhatunk, és az is sztrájkolhatunk, hogy a fiatalabb és szimpatikusabb fegyőrünk legyen, de nekünk a demokrácia ilyen formában történő megélése ellen kellene sztrájkolni, vagyis a börtönből való kiutásért, mert igazságtalan vagyunk belőle a demokráciának ebbe a kelepcéjébe, amely kelepcében a világ pénzurai meghatároznak mindent. Tehát Jézus azt mondja, nálam nélkül semmit se cselekedhettek. Vagyis az, hogy az az állapot, az a légkör vegyen rajtunk erőt, amit 56-ban mondtam, átélt a magyar, aki átélte, az a valami. A többi, az a semmi. Lehet egy egyetemet elvégezni, az ebben az értelemben semmi. Meg lehet nősülni, férhez lehet menni, el lehet válni, házat fel lehet építeni. De abban az értelemben, hogy Jézus mondja, a valamit, abból a szempontból, ez mit semmi. A valami az a lelki állapot, amelyre ő bennünket teremtett, amelyben nincs félelem, nincs tanástalanság, és bármit tesz az ember ebbe az állapotában, egész másképp hat a környezetére, mint enélkül az állapot nélkül. Ez a körülmény, amit keresni kell. És aki keres, azt talál, és aki zöldet annak megnyitatik. Köszönöm a figyelmet! Magasságból, könnyűségéből, könnyedségéből tekintett szét velünk, és láttuk meg azt is, hogy 56